október 9-e van. Holnap, október 10-én Ráckeve város napját ünnepeljük. A gimnáziumnak 71 éve otthont adó település születésnapja ez a dátum, szám szerint az 580. A város köszöntését szalagtűzésre váró diákjainknak Vereckei Zoltán polgármester úr hozta. Miután egy úszülöttnek minden vicc úgy, ezért elmondom nektek, hogy egy szónoktól általában, hogyha azt várják, hogy álljon fel, hogy lássák, beszéljen hangosan, hogy hallják, és legyen rövid, hogy szeressék. Igyekszem eleget tenni ennek. Tehát be kell vallanom, hogy némileg zavarban éreztem magam, amikor igazgató úr felkért, hogy beszéljek nektek, mivel engedjelek utatókra, mit mondjak nektek. Mi az az üzenet, ami nem csak úgy ribben át rajtatok, mint egy like a Facebookon. Bevallom, eredetileg én a fuvallatot egy romantikus estén szófordulatot akartam használni, de aztán fiatalabb ismerőseim lebeszéltek erről. Szóval mi az az üzenet, amitől nem kezdtek el mindjárt ásítozni, mint annak idején mondjuk én egy pár iskolai ünnepségen, vagy a matek órán. Már elnézéssel van itt ilyen kollega. És megpróbáltam felgöngyölíteni az emlékeimet. Be kell vallanom, engem például annak idején nem rázott meg a ballagás, mint néhány lányosztálytársamat, akik végigvityerekték az egészet. Inkább egyfajta olyan izgalmat éreztem, mint egy vadászkutya, amelyik szagot fog. Úgy éreztem, hogy most kezdődik az élet, és micsoda kihívások várnak rá. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy azóta azért ez egy kicsit átértékelődött, tehát mi 43 év utáni szinten, napi szinten tartjuk a volt osztálytársaimmal a kapcsolatot, a technika csodáit kihasználva. És hát visszatérve a kihívásokra, nem tévedtem. Az egyetemi éveknél felhőtlenebb és izgalmasabb időszak kevésszer adatik meg az ember életében. Már majdnem feldöntünk, de még a felelőtlenség korszakát élhettünk. Nem kellett pénzt keresnünk, és mivel ott volt a zseppénz és az ösztöndíj, és nagy igényeink nem voltak még a szocializmus évei alatt, így hát elég volt mindenre. Leginkább persze könyveket vásároltunk belőle, habzsoltuk őket, és aztán versenyre csaptunk össze koleszlapok egymásról, hogy ki tud többet a világról. És persze vitatkoztunk, hogy mi a jó, mi a rossz, merre kellene haladnia a világnak, mi a szerepünk benne. Ahogy talán ti is tesztek. Mert bíztunk benne, hogy talán lesz valami szerepünk a világban, mint ahogyan ti is hasonlóképpen gondolkodhattok. Mert hát léptek most egy nagyot előre, amivel megváltozik eddig megszokott világotok. Sokaknak már most eldől, milyen irányt vesz az élete végig. Legtöbben tovább tanultok, amivel nem csak a követelmények, de a felelősség is nagyobb lesz hosszú távon. Tiétek lesz ugyanis az írástudók felelőssége. Az írástudók felelőssége, pontosabban az Írástudók árulása címmel jelent meg annak idején 1927-ben egy munka Julian Benda tollából, ami nagy vihart kavart kortársai között. Magyarországon Babis Mihály írt hozzá vitázó először. Benda nem kevesebbet állított akkor, hogy amikor mindenféle nemzet és nemzetközi ideológiák, jobb és baloldali eszmék kavalkádja öntötte el a világot, hogy az írástudók, kezdetben proféták, papok, majd gondolkodó tudósok, értelmiségiek elárulták eredeti hivatásukat, amikor ezeknek az eszméknek a szolgálatába álltak. Mert nekik, Benda szerint, más volt a kültetésünk évszázadokon, évezredeken keresztül. Az, hogy a földhöz ragadt értékek és a hétköznapok helyett valami távolabbi, transzcendens célra vessék a szemüket, és úgy mondják ki igazságaikat, amivel egyfajta állandó értéket adhatnak az emberiségnek. Mit akarok ezzel mondani? Azt, hogy Bendát, akárhányan támadták is, meghatározott egy sokak szerint fontos alapigazságot arról, hogy mi is lenne az értelmiségiek feladata. Nem a részérdekek képviselete, sem az ideológiai felülírása a tényeknek, hanem az írástudó legjobb tudása szerinti pártatlan igazságkimondása. Nos, erre kérlek én is titeket, akárhová is sodródtok az életben, őrizzétek meg gondolkodásoktól önállóságát. Ne a partikulárisat, a részérdeket nézzétek, hanem távolabbi cél lebegjen a szemetek előtt. Ez most egyébként is életkori sajátosságát. Portagu Glassié, spanyol filozófus írta egy helyen, hogy nem mindegy, hogy az ember a csillagokra szegezi a szemét, vagy a sötétben botorkál és kutyasít vele egy túlba. Én meg azt mondom, célozzátok meg a napot, és induljatok. Ha eltévesztitek, akkor is a csillagok között találjátok magatokat. Köszönöm szépen! Köszönöm polgármester úrnak a értelmiségi lét felelősségéről elmondott gondolatait. Kedves kollégák, tisztelt tanai fiúság, egy dolog biztos. Ilyen szalagavatója reményeim szerint nem lesz más évfolyamnak, mint az önöké. 3 hónappal ezelőtt még azt gondoltam, hogy az elballagottaknak volt a legrosszabb helyzete, digitális tanulás majd fél éven át, a megszokottól eltérő felkészülés, ballagás, érettségi továbbtanulás. Nem tudjuk még, mire fut ki ez az állapot, de az már látható, legalábbis így érzékelem, hogy feszültebbek és fáradtabbak vagyunk, mint korábban bármikor, és még csak október eleje van. Mindez persze nem ment föl, sőt kötelez minket arra, hogy az önök számára az utolsó családi környezetben megélt iskolaévüket emlékezetessé tegyük. Lehet azon búslakodni, hogy nem az évtizedes szokásrend szerint avatunk maturandusokat iskolánkban, de nézzük jó oldalát a változásnak. Volt már szalagavatónk, tűzésünk művelődési házban, tornateremben és sportcsarnokban, vagy például, mint az enyém, 42 évvel ezelőtt itt az iskola ebédlőjében. A mostani környezetre én úgy gondolom, nem lehet panasz. Nem sok diák mondhatja el szélese hazában, hogy a maturandus szalagot egy folyó partján tűzték föl, Isten szabad ege alatt. Ráadásul, ez egy másik jó hír lehet, szokásomtól eltérően nem leszek, most idézőjelek között mondom, hosszú és unalmas, idézőjelek bezárva, bár megmondom őszintén, hogy nehezen álltam meg, hiszen kivételesen, és ez számomra ünnep, szaktanárként is jelen vagyok az évfolyamon. Friedrich Schiller szerint az ember csak ott egészen ember, ahol játszik. Önök pedig most eljátszák, hogy felnőtté válnak. Eljátszák, hogy tudják, mihez kezdenek az életükkel, és nem félnek a jövőtől. Elvégre eddig is csak játszottak. És közösen teremtettük meg az iskolában saját, kis szimulált világunkat. Ez a világ azonban az önök számára kinőtte magát, és önök lázadva és türelmetlenül szétszúzzák a korlátait. Nem férnek már az iskola falai közé. Lábuk már a kapun kilóg, és főleg a szünetekben, kezükben érettségi, zárójel előrehozott jelenkezési lapokat szorongatva sietnek a titkárságra. Gondolataik a tetőt áttörve a felhők között kalandoznak, szívük vastag vérereivel felhányja a földet, és begyökerezik az alma máter falai alá. Szerintem ez egy nagyon szép költői kép volt. Megnőtek. Legújabban pedig olyasmivel ijeszgetik tanáraik és szüleik az ifjú játszó palántákat, most már ideje felnőni. Na de hogyan? Miután 12 éven át tankönyvekből tanultak, és mi magyaráztunk az órákon. Hát lehet kissé nagy elvárás, hogy hirtelen felnőtté váljanak, hiszen hol van ez a tankönyv? Hol vannak a definíciók? Hol lehet kísérletezni? Ja, esetleg életvitelően. Bizonytalanságuk már az első gimnáziumi évben elkezdődött, amikor megkapták az első házi feladatot. Sokan kimásolták a Wikipédiából a válaszokat, mások kevésbé ismert forrásokban ihletődtek. És voltak néhányan, akik eredeti választ próbáltak megkeresni. Egyikük sem tudta, hogy helyese, amit írt. De próbálkozásaik végigkísérték iskolai éveiket, és ez a házi feladat egész felnőtt korukra kiterjed. Fel kell készülniük arra, hogy a nagybetűs életben is lesznek, akik másolnak, lesznek, akik a tömeget követik, vagy egyáltalán nem oldanak meg házit. Lehet, hogy nincs is helyes megoldás. Önöknek azonban akkor is méltósággal és kitartással kell keresni a megoldást. Akkor is, ha tudják, nem jár érte pluszpont, és akkor is, hogyha néha önök lesznek a válasz. egy más ember által feltett kérdésre. Játsszák el tehát, hogy keresik az élet értelmét. Ebbe a játékba rejtsenek el sok kíváncsiságot, megértést és önbizalmat. Mert meg lehet ugyan ijeszteni mindenkit azzal, hogy félelmetes a jövő, de ami ezután következik, nem kevésbé valóságosabb annál, mint ami eddig volt. Értékeljék folyamatosan magukat, az embereket, akikké váltak, és legyenek hálásak azoknak, akik és amik hozzájárultak a fejlődésükhöz. Szüleiknek, félve mondom nekünk, diáktársaiknak, barátaiknak, sikereiknek és tanulságos kudarcaiknak. Építsék be világunkba ne csak a szép pillanatokat, hanem találjanak megfelelő helyet a kiábrándulásoknak is, a majdnemeknek, a vonal alatti első helyeknek, a talánoknak és a feltételes igeidőnek, amelyek nem váltak valóra, de egykor még bizonyossággá lehet. Hiszek abban, hogy fontosabb az emberek miensége, mert ez határozza meg, hogy hogyan viszonyulnak a körülöttük lévő emberekhez. Meg azt is, hogy mit adnak a világból, a világnak magukból. Hogy mit ajándékoznak lényükből, amivel jobbá próbálják tenni a világot. Egy őszinte pillanatomban megvallottam az iskola színe előtt, hogy nem Ady Endre a kedvenc költőm, hanem Radnóti Miklós. Az ő sorait citálom szalaguk mellé tűzve virtuálisan. Ember, vigyázz, figyeld meg jól világod, ez volt a múlt, emez a vad jelen, hordoz szívedben, éld a rossz világot, és mindig tudd, mit kell tenned érte, hogy más legyen. Köszönöm. Az intézményvezető szalagot tűz föl az osztályfőnököknek,